A támogatás hiány saját pénzéből bring ezt a körbe a világot. 6 hónap alatt Mátyás Zoltán, a kispesti fiatalember egy hátizsákkal, strandpapucsban indult útnak Baliról az Egyesült Államokba. Most nálunk vendégeskedik és a Domonkos Csaba, a közlekedési múzeum kommunikációs referense, és jó reggelt kívánok az uraknak. Jó reggelt Hát reggeltől, ez reggeltől. több, mint extrém. Igen, <laughs> itt kiegészítővel itt, kezdenék, hogy nem csak strandpapucs volt nálam, tehát no, egy e, cipő mi volt? Cipős is volt. Ja, Ő viszont, viszont először körül, így Európában vettem fel, uh -huh. tehát most nem azért, hogy meleg vagy hideg bármit, tehát ennyi. De volt, volt. azért olyan terület, ahol a is elég volt a pedáltekeréséhez gondolom. Mm, egész Törökországig így uh -huh. van, uh -huh. tehát ott is azért egy-két cipős nap előkerült, Világos. Uh -huh. de persze Törökország, Európáig csak papucs, tehát ez Na most ez tényleg, ez, ez az nem mindig, amikor egy ilyen eh, egészen extrém dologról hall, akkor az általában az első kérdés, de hogy hogy? Hogy jut az eszébe valakinek egy ilyen dolog? Éppen mi, mi, mit csinál akkor, amikor ez megfogalmazódik a fejében? Akkor épp egy hajon dolgoztam, három árbocos vitorlás uh -huh. hajó, körbe Európa. Vitorlák fönn, bárban álltam, akkor éppen elsős idősor gondoltam, hogy akkor egy következő lépcső fog legyen, egy kicsit melegebb hely, mint az Északi-tenger. A földkerülést már korábban is gondoltam, uh -huh. és akkor így extrém, extrém, extrém ezen agyaltam, és akkor lesz, lett a bicikli. Aha. Uh -huh. És akkor így lett. Ez, ez, azt jelentett, hogy volt valami kerékpáros előélet, vagy pedig abszolút csak, mint egy, egy mezei ember, aki, aki már ült kerékpáron, tehát nem kell megtanulnia? Nem többet, mint egy átlagos ember. Én nem, nem edzettem előre. Nem volt nagy múltam így kerékpáros. Tehát, tehát fizikai felkészítés mondjuk azon túl merő, ez az általános fizikumot jelenti, gyakorlatilag semmi extra. Szerintem a hajó az sokban segített. Tehát Aha. ez egy régi típusú hármárbocos, tehát uh kötéle dolgoztunk. Tehát igen. ez egy, egyfajta edzésnek betudható, de nem azért csináltam ezt az utat, ez a hajós munkát, hogy a effektív edzés legyen már uh -huh. a biciklis útra. Tehát. Persze. Kedves Csaba, ugye az ember egy, egy múzeumról hall, akkor azért rögtön felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen teljesítmény, hogy ez hogy, hogy kapcsolódik, de ha már tudjuk, hogy közlekedési múzeum, akkor, akkor közelebb vagyunk a megfejtéshez, mert úgy gondolom, hogy ez egy erekje lassacskán, ugye, ami, ami ezt a bizonyos kerékpárt illeti. Igen, tehát egy ilyen, ilyen kerékpárnak, egy ilyen magyar sporteljesítménynek, de szerintem ez több is, mint ez, ez egy klasszikus kaland volt, ilyen vernei értelemben vett kaland. Ennek ennek a közlekedési múzeumban a helye, hiszen ott nem, nem az az egy első ilyen, ilyen magyarok által extrém utat megtett járni. Ajaj, hiszen, hiszen... rendszeresen járunk oda fiammal, úgyhogy tudom, hogy a Szent Jópától elkezdett nagyon sok minden erekének számító Igen. csoda jelen van ott. Éppen ezért nekünk nagy öröm volt, amikor Zoltán felkeresít minket, hogy odaadná nekünk a kerékpárt. Ezért gondoltuk úgy, hogy nem csak átvesszük, hanem egy kicsit a múlt szombaton volt egy olyan szombat délelőtti előtti eladás, ahol a Zoltán elég nagy tömegnek elmondta az útját részletesen uh -huh. fényképekkel. Eh, és hát mostantól ez a, a, kerékpár fönn ott látható a, a most egyenlőre a kerékpárok uh -huh. mögött uh -huh. mellett, tehát van ahogy a, a, múzeumnak egy kerékpár történeti kis kiállítás része, és abba került be, mint a legutolsó, tehát az időrendben a legutolsó, mint földkerülő kerékpár, az bárki megnézheti. És nagyon remélem, hogy ha lesz még egy utannak is, az elkéjé hozzánk kerülnek. Az egyébként valaha is derbe volt, de vagy hogy fogalmazódott meg, hogy tényleg nagy magyar, akár hajósok, gondolok itt Falándorra, és a természetesen az igazi nagy nevekre mellett lesz majd egy olyan is, ami Mátya Zoltán nevét viseli, mert hát azért ez, így, ez most így nagyon komolyan hangzik, de hát ugye ott ismerjük az előéletet, tehát itt előétel, az előétel, előélet az gyakorlatilag nulla. <laughs> Igen, nem is gondolkodtam ebben, hogy ha megcsinálom ezt az utat, akkor ennek milyen vonzata lesz, tehát rádiótévi, rádió, tév, vagy, vagy bármiféle publicitás, tehát nem ez volt a lényeg, Viszont a, a legelején gondolkodtam ezen, hogy akkor a biciklit, mivel én ugye nem vagyok biciklista, uh -huh. én őt leadom, tehát ne otthon álljon a sarokba, mégis lesz valamiféle ugye, teljesítés. E, ez a nagyon komoly pénze, vett biciklit, ha jól tudom, akkor a legolcsóbb kerékpárcsik előtt balink Ez az első bolt, így van, uh -huh. 130 ausztrál dollár, és nem is ajánlották ezt a biciklit, tehát se uh -huh. rövid táv, se... Hát effektív rövid távra, igen... De hosszúra semmiképpen. Tehát én gyakorlatilag. Akkor ez a, ez a, meg a kerékpár neki. dicsérete, meg a műfaj dicsérete, hogy gyakorlatilag egy bármilyen mezei uh -huh. jószággal körbe lehet a Meg lehet, a hát ő nem, volt, nem volt semmi olyan húzóerő, vagy tolóerő, ugye senki nem szabott meg nekem egy időt, egy, egy távot, amit nekem teljesíteni kell, tehát ez saját tempóban lett letekerve. Uh -huh és ez így, ez így teljesen rendben. Ez mit jelentett mondjuk napi hátlagban, hogy képzeljük ezt? A 100 km. Mm -hmm. hát 100. azért viszonylag kényelmesen tartatott tempó. Már az ember, ha mondjuk lenyom 100 km, akkor másnapra, az első napok után biztos van izomlázat. Tehát gondolom, hogy azért jöttek, hogy olvastam, voltak ezek a nagyon kritikus fejezetek. Az tehát első a komoly két hét. fájdalmak, a, ko a komoly igen, felszakadt, igen, igen. itt a bőr, ott feldagadt, Itt... Hát ha nem is szakad, de izomláz, az, nagyon uh -huh. nagyon zsibadás, az újak végében uh -huh. persze. Tehát mivel ugye felkészülést elhanyagoltam, ez visszaköszönt az első két hétben nagyon durván. Utána hozzászoksz. Tehát... És két hét elég volt gyakorlatilag arra, az ember beedze magát erre a ráváró távolságra? Hát itt azért hát gyakorlatilag közel 10 km uh -huh. kilométerről beszélünk. voltak, voltak szünnapok köztem uh -huh. természetesen. Tehát a vízumra válás, vagy mikor tolnom kellett, ugye na, ö, sokszor előfordult, hogy egy napon belül is akár fél órát tekertem, kettőt toltam, ötöt tekertem, tehát azért uh -huh. volt egy, egy, uh -huh. egy az egészben. Van egyébként ehhez fogható valami fajta, ugye az ember ilyenkor mindig a Guinness rekordok könyvét rángatja elő, van ilyen típusú, vagy nem is tudom, te rekord, amihez ezt lehet hasonlítani, vagy ez egy teljesen egyéni kategória. Egyelőre nem tudok róla, még nem néztem tüzetesen utána. Uh -huh. De jó ötlet, tehát valószínű, hogy nekem ideje lenne ezt így elindítani, megkérdezni esetleg, körbeérdeklődni, hogy ez hogy is történt. Hát pláne vannak megfelelő dokumentumok, hogy ezt az egész utat dokumentálni, de úgy hallom, hogy vannak, mert fotók és egyebek. Ezek szerint vannak. Tehát nem venném zokon, ha megcsaptam volna valami rekordot. Tehát ez, abszolút jó, de, ez sem volt egy szempont, hogy én most rekordot hajkurászom. Világos. Abszolút a kaland, és csak menni a, saját tempóba, arra, amerre tudsz. Országrészek, kontinensek tekintetében melyik volt a legkalandosabb? Az első két hét, ugye, mert, mert ugye, teljesen új a szituáció, nagyon szeretnék menni, ugye az, a, uh -huh. az az érzésed, hogy bármennyire is itt fáj, ott fáj, azért elkezdted és szeretnéd be is fejezni. Tehát Indonézia, uh -huh. ő kalandos volt, tehát eltévedés, nyelvi problémák, térkép hiány, amit a helyi, helyiek ugye segítettek megoldani. Kalandban még India, ott egészségügyi problémák is adódtak, a víz, víz miatt, uh -huh. tehát az is kalandos volt, elérni Új Malázia, igazából így, így, így Ázsia, itt vég az egész, tehát ott a kutyákkal is sok problémám volt, tehát az a is kaland, az is kaland. Viszont a helyiekkel nem volt semmi probléma, tehát Aha. negatív értelembe vett úgy kaland, hogy most rohantam volna az életemért, vagy ilyen Világos. veszély, semmi nem volt. És, és, volt arra mód, hogy a helyiekkel az ember megosszam, hogy ő tulajdonképpen most miért biciklizik, tehát hogy mi a cél? Én, fogták én... Le a fej, fejüket, hogy atya Fogták már is, rögtön ő ő a boltban vett. az első nap, ugye, hogy én mondtam, hogy eltekerek. Gyakartáig. Nem akartam én ott reklámozni, most földkerülési le, kísérletben keznek, mert, mert nem. E, és már az, az hitetlenkedés. Aha. Tehát annak már nem, nem igazán hitték el. <laughs> nem csodálom, ez azért Csak az gondom, hogy sokaknak egy ilyen sokkolónak. Szemet ne... szúrt már az, hogy ugye fehérként tekerek egy bringán. Eleinte még élveztem, ugye ezt elmondani, hogy megyek ide, megyek oda, de ahogy teltek a hetek, ugye, és egyre többen kérdezték, már csak annyit mondtam, hogy ából bébe megyek, mert jó. Tehát és utána már így leül az emberbe, hogy ezt még egyszer elmondani, még egyszer. Már már az önmagában fárasztó spóroljuk az port. energiákkal, mm -hmm. abszolút. Csaba, azért az, hogy egy ilyen jószág mellett legyen valami fajta kézzelfogható történeti történeti számára, ezt hogyan lehet megjeleníteni? Mert oké, hogy ott lesz a tárgy, de fogják -e ezt tudni, hogy ki ez a Mátyás Zoltán? természetesen ugye a tárgyat most behelyeztük, volt, azt hiszem most a Zoltáról majdnem mindenki tudja, hogy mit tett. Múzeumban a táblán fogjuk el, minden tárgyhoz tartozik uh -huh. egy tábla, és hát természetesen a honlapon is Bilágos. kiemelt helyen lesz. Lesz -e esetleg egy-két fotó is, hogy bizonyítandó? Természetesen, ando, természetesen. Hogy... Egy-két napon belül meg lesz, tehát most itt mások, mi mások miatt, de egy-két napon belül ez, ez, meg lesz, amikor a tárgy is meg lesz, a tárgy mellett véhetően elérhető lesz, tehát ilyen QR kóddal, tehát így, így aki ott a múzeumban bejön, vagy aki a múzeum honlapján barangol, az meg fogja találni ezt a, mm -hmm. ezt a kerékpárt. Tehát egy új, még nagyon különleges erekével bővült akkor közlekedési múzeum kínálata lesz, amiért mi is fölkerekedjünk, mert a fiammal a legújabb dolgokat megnézni, és akkor ezek szerint megfogalmazódott e már valami, hát ezek után valami új rekord, hogy kétszer, vagy gyorsabban, vagy nem tudom, cél a hol vagy egyéb eszközzel. Biciklis földkerülés nem lesz még egy, tehát szerintem ez így van, letudva, letudva, sikerült, örülök neki, és Következő ilyen rekordkísérlet semmi, még nem fogalmazódott meg bennem. Na jó, hát ha lesz ennek bármi, nem csírája, akkor szóval a, a hír örömmel értesülnénk, jó? Köszönöm El, szépen! Köszönöm!